Jézus Krisztus születését, keresztségét, a kánai mennyegzőt és a három királyok látogatását ünnepelték január 6-án a keresztények. A Székesegyházban Székeny János megyés püspök mutatott be szentmisét. A szertartás a vízszenteléssel kezdődött. Székeny János megáldotta a sót és a vizet, majd a sót a vízhez adta, és a szentelt vízzel meghintette az egybegyült híveket. Vízkeresztel véget ért a karácsonyi időszak, kezdődik a farsang, amely húshagyók eddig tart. Február 26-án hambazószerdával kezdődik a nagyböjt.